Az idegenben elszenvedett két pontos vereség után mindenképpen győzniük kellett a nyíregyháziaknak ahhoz, hogy visszatérhessenek Kecskemétre. Az első negyedet két ponttal, a másodikat hattal nyerte a nyíkseszegfű bútor. Fordulás után a 18 éves akadémistákat felvonultató vendégek zárkózni kezdtek, és 10 perc alatt megfelezték hátrányukat. A záró negyed is izgalmasan alakult, de minden kecskeméti kosárra érkezett válasz, és Savics Bráne együttese 8 pontos győzelemmel tartotta életben bennmaradási reményeit. A vezetőedző ennek ellenére nem volt elégedett a mérkőzés után. Ez ami pozitív, ez a meccs van, ez csak eredmény. Mert meccs nem is fogom kommentálni, mert ezt kell tudni, hogy mi játszottunk egy utánpótlás csapat ellen, egy U18 csapat, és ez a felnőtt bajnokság, mi akarunk bármit csinálni komolyabb, ez a csapat kell megverni 40 pont. Így, hogy abszolút nem is szeretem kommentálni ez a meccs, csak ezt tudom mondani, hogy ez a U18 csapat összeszedte 21 támadó lepaton. Támadó lepaton kosarlabda, valaki laike, vagy valaki nem érte kosarlabda, ez csak harcolás. Harcolás. Egész Nyíregyháza, minden csapat, ami itt van, minden egyesület itt van, meg kell nézni ez a példa, ami ma mutatta a kecskeméti utánpótlás csapat. Asszalos István 10 ponttal és 6 lepattanóval járult hozzá a nyíkseszegfű bútor győzelméhez. A csapatkapitány utolsó hazai meccsét játszotta, mivel a kecskeméti találkozót követően befejezi játékos pályafutását. Úgy éreztem magam, mint egy angol középpályás, aki fut felle, és nem kapok labdát, ez az én részem, de ez nem érdekel, az a lényeg, hogy nyertünk, küzdöttünk, retten túl sokat hibáztunk, nagyon ideges volt mindenki, vissza akartunk menni Kecskemétre, és visszamegyünk, és megpróbáljuk megnyerni, nem akarunk utolsók lenni. Egy meccs van hátra, nem akarok egyszerűen vesztesen visszavonulni, tehát Kecskemétre is győzni megyünk. A 27 év... Úgy nyilván voltak benne kisebb megszakítások, de eltelt szerencsém is volt, ahogy Tibi bácsi rám talált annó 14 évesen, nagyon gyorsan eltelt. Ugye szokták mondani, hogy a napok lassan telnek, de az évek gyorsan, ez pontosan így volt. Nagyon sok élményt kaptam, nagyon sok barátot és ismerőst kaptam, úgyhogy ezt próbálom elraktározni és továbbvinni, mint edző, amit tanultam. A két csapat bennmaradásról döntő mérkőzését szerdán rendezik Kecskeméten.